még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézzen minket, Suli Körkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. A zsámbéki Zicsi Miklós általános iskolában zajlik az élet, pandémia ellenére is. Itt vannak a diákok, mindenki betartja a kötelező óvintézkedéseket, és hamarosan beiratkozás is lesz, illetve jelentkezés a következő elsős osztály számára. Igen, valószínűleg a beiratkozás április közepén várható. Mi a szokás szerint készülünk kétféleképpen. Az egyik mód az, hogy esetleg a beiratkozás előtt be tudjuk hívni már az óvisokat egy ismerkedésre. A másik pedig, hogy ha nem tudjuk behívni őket, akkor természetesen online formában tájékoztatjuk a szülőket. Már kint vannak az óvodában a plakátjaink, amiben leírtuk, hogy milyen típusú osztályokba várjuk nagy-nagy szeretettel a leendő elsősöket. Szokás szerint háromféle osztálytípust indítunk. Az egyik a német nemzetiségi nyelvi oktatás, ennek már 40 éves hagyománya van iskolánkban, ahol heti 5 órában tanulják a gyerekek a német nyelvet, emellett tanulnak még német népismeretet is, és igen, jó eredményt érnek el 8. év végére ezen a területen. A másik típusú osztályunk egy késleltetett nyelvoktatású osztály, ahol csak 3. osztálytól tanulnak idegen nyelvet. Nagy számban itt az angol nyelvet szokták választani, és van még egy gyógypedagógiai osztályunk is, ahova viszont már csak különleges szakvéleménnyel jöhetnek a gyerekek. Ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy ebben az osztálytípusban azok a gyerekek tanulhatnak, akik enyhe értelmi fogyatékosok, és erről szakvéleményük is van. Ővelük gyógypedagógusok foglalkoznak egész nap. Ez az osztály, ez a speciális osztály milyen létszámmal szokott általánosságban indulni? Két ilyen osztályunk van. Az egyik osztályban elsőtől negyedikig vannak a gyerekek 8 fővel összesen, a másikban 5-től 8-ig szintén 8 fővel összesen. Tehát ezek nagyon-nagyon kis létszámú osztályok. Azok a gyerekek, akik ebbe az iskolába járnak, a későbbiekben, a középiskolában milyen eredményeket érnek el, illetve hogyan néz ki az ő továbbtanulásuk általában, hova szoktak tovább menni, milyen eredménnyel? Hát ahogy ez a háromféle osztálytípus mutatja is, háromféle helyre nagyon nagy eséllyel bejutnak a gyerekeink, hiszen a legügyesebbek bejutnak az ország legjobb két tannyelvű iskoláiba, a gimnáziumaiba. Azok a gyerekek, akik igen szorgalmasak, de már van határozott elképzelésük, ők szakgimnáziumba mennek, ami most már technikum lesz. És azok a gyerekek, akiknek a képességeik nem annyira elméletiek, inkább gyakorlatiasabb beállítottságúak, ők pedig természetesen szakmát választanak már 8. után. Igazgatónő, miben érzi ennek az iskolának az igazi erősségét? Az igazi erősségünk abban van, hogy mi egy befogadó iskola vagyunk. Hozzánk mindenféle típusú gyerek jöhet. Van gyógypedagógusunk, van gyógypedagógus fejlesztő kollégánk, van logopédusunk, van gyógytestnevelőnk, van pszichológusunk. Nagyon-nagyon kevés iskola mondhatja el magáról, hogy ennyi szakemberrel rendelkezik. Így nálunk azok a gyerekek, akik akár zsámbék, akár tök területéről érkeznek, hiszen ez a mi beiskolázási körzetünk, ez a két település, minden fejlesztést és minden támogatást megkaphatnak, hogy sikeresek legyenek. Picit, hogyha a jövőbe tekintünk, akkor ön mit szeretne, hogy esetleg az iskola mi az a terület, amiben még tovább fejlődjön, mi az, amit még esetleg tudna adni a gyerekeknek, illetve családoknak? Én azt gondolom, hogy egy jó irányba indultunk el a természettudományi tantárgyak fejlesztésében. Ebben a tanévben nagyon sok olyan pályázaton indultak és olyan versenyeken a természettudományi tanárokkal a gyerekek, akár matematika, akár biológia, földrajz vagy természetismeret, ami egy nagyon-nagyon jó irányt mutat az iskolának. De a fő erősségünk továbbra is a német nemzetiségi nyelvoktatás, hiszen zsámbék sváb település, és azt gondolom, hogy ha a mi iskolánkban tanuló gyerekek nem viszik tovább ezeket a hagyományokat, ezeket a szokásokat, ami itt több évszázada megalakult, kialakult,
akkor nem lesz az a jövő generáció, aki tovább viszi. Ez a mi feladatunk, hogy erre neveljük a tanítványainkat. Szerencsére tudhatjuk azt is, hogy itt Zsámbékon az óvodában is erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hogy ezeket a hagyományokat táplálják, és a gyerekeknek átadják, hogy őrizzék ezeket a kincseket. Itt az iskolában milyen mód van erre? Hogyan képzeljük azt el, hogy akár egy éven belül mik azok a jeles napok, azok az események, amiket közösen megtartanak? Minden jeles napot külön megtartunk a német nemzetiségi osztályokban, beleszőve a helyi hagyományokat is. Tehát amikor elkezdődik egy tanév szeptemberben, akkor a legelső, amire készülünk, az az, hogy a német nemzetiségi kórus találkozónak helyet fogunk adni nagyon-nagyon hamar, általában október elején, természetesen amikor nincs ilyen pandémiás időszak, és akkor már készülnek a német nemzetiségi osztályok arra, hogy ezen az eseményen fellépnek. Ez egyik attrakció, mi vagyunk, hogy fellépnek a mi németes gyerekeink. Énekelnek, táncolnak, verset mondanak, betanulnak egy-egy jelenetet. Utána, ahogy sorban haladunk az év során, következik a Márton nap, ami természetesen egy hatalmas nagy lampionos felvonulás, és fönt a Romtemplomnál egy nagy tűzrakás mellett a másik iskolával együtt egy hatalmas program, és az óvodásokkal is együtt. Utána már, ahogy vége van a Márton napnak, benn is vagyunk az adventi időszakban. Az advent mind a négy vasárnapját megünnepeljük különböző helyeken. Van, amikor elmegyünk a német nemzetiségi házba, és ott lépnek fel a gyerekeink, van, amikor más programokon, itt a településen belül, akár egy gyertyagyújtásnál, illetve természetesen a Mikulást is, a karácsonyt is megünnepeljük itt közösen. Általában itt a Zsibongóban szoktak lenni az ünnepségek, amin a németesek is fellépnek az angolosokkal együtt. Aztán megyünk tovább, és végig minden egyes farsangtól húsvéton át, minden egyes buzaszentelés, Szent Sebestyén napja, tehát minden olyan hagyományt, amit itt kiépítettek a régi svábok, azokat mi itt életben tartjuk. Akkor mondhatjuk, hogy nagyon nagy szeretettel várják a szülőket, illetve a lendő elsősöket. Pontosan mikor is? Még egyszer mondjuk el. A beiratkozás a tavaly közzétett időpont szerint április 15-16-a lesz. Nem tudjuk, hogy ez online lesz, vagy pedig jelenléti, és nem tudjuk, hogy előtte csinálhatunk-e olyan programot, amikor bejöhetnek ide, úgymond idegenek, mert most egyelőre nem jöhetnek be. Egyelőre csak az iskola tanulói és dolgozói léphetnek be az iskola területére. A sok bizonytalanság mellett ugyanakkor egészen biztos, hogy jövő szeptemberben is újra várják majd az elsősöket.